Sziasztok! Mazda 6, és megint a legjobb motorral szerelt Mazda 6. Ezek fogynak el ugye a leghamarabb a kereskedésből, de hát igazából nem is csoda, hisz egy. Nézzétek meg, hogy néz ki. Milyen gyönyörű. És akkor nézzétek meg ezt a belsőt, hogy néz ki. És frankon le lehet engedni az üdést. Nagyon sportosan lehet benne ülni. Csodálatos a motorhangja. Iszonyatosan pörög, és ez a kis kulcsos jeladó, ami nekem nagyon tetszik. Olyan, mint egy kis USB. Nagyon, nagyon menő. Nagyon jól néz ki. Frankó az egész. És akkor lássuk, hogy hova tudjuk rakni. És ide tudjuk rakni. Van természetesen könyök. Támaszunk. Ide is mindenfélét tudunk rakni. AUX csatlakozó, 12 volt. Apró tartó. Gyönyörű. A középkonzol. Csík kijelző. Ennek nagyon szép a műszerfala. Boss hifi benne van. Vezettem ugye, nézzétek meg a tesztet, csodás a váltó, tehát iszonyat jó. Iszonyat jó. Ennyiket mozdul. Tehát, hogy ez egy sebesség. Tehát a Honda Accord 7 volt a kedvencem mindaddig, ameddig nem vezettem ezt a 2.5-ös Mazda 6-ot. Nincs ennél élvezetesebben vezethető autó. Mondhatnám, hogy nincs is ennél szebb, persze ez ízlés kérdése, de gyakorlatilag hibátlan. És most nézzük meg, hogy a srácok itt a Corrado Car-ba mennyiért adják. Ugye ez egy sport felszereltség, 2.5-ös GTA, tehát igazából az a felszereltsége. 2008-as az autó, 2488 köbcenti, 170 lóerő, 187.000 km van benne. Szinte bejáratos, és 3 millió forint. Na most 3 millió forintot futva megér egy ilyen felszereltségű, ilyen motorral szerelt, és hát ennyire hibátlan autó. Tehát nézzétek meg, még itt sincsen, még karc se. Tehát ez nagyon szép, ez a Mazda 6. Gyönyörűek, gyönyörű a pedálsor, iszonyatosan jól szól. A hifi, a vezetőülés. Itt látszik egy nagyon pici, hogy ültek egyáltalán benne, de amúgy gyönyörű még a vezetőülés is. Ez ilyen félbőrös, igazi, mondhatni, hogy ilyen tök ilyen sport, luxus. Ez a felni, ez mindig kiakaszt, hogy milyen szép. Gyönyörű az egész autónak a belseje, hatalmas hely van benne. El lehet férni benne. És ha véletlen, természetesen, akarunk valami cuccot is cipelni, mivel kombi, az mellett, hogy gyönyörű a forma, az mellett van alapból egy elég jó nagy csomagtartónk, lehet ide is pakolászni, vannak ilyen kis kampók, ide föl lehet akasztani a szatyrot, mondjuk csinálhattak volna ide egy rendes kampót, nem ilyent. Van 12 voltos csatlakozó, de itt ugye le tudjuk, és egyből rakhatjuk be a szőnyeget, vagy mit tudom én, amit vettünk, nem kell mászkálnunk, tehát sokkal egyszerű. Másik, ugye ez a roló úgymond, ami az egyik legjobb megoldás, amit valaha láttam, ezt Mazdába. Ebbe benne van. Kevés autóban van benne, nem értem, hogy miért, nem kell variálni. Lecsukjuk, lemegy. Nézzétek meg, oda bemegy, nem nekünk kell variálni vele. Ha fölnyitjuk, fölmegy. Tehát abszolút. Imádom ezt az autót, és higgyétek el, ha megveszitek, akkor ti is imádni fogjátok. Dupla kipufogó vég. Tényleg gyönyörű a szín, a felszereltség, a motor, a váltó. Über-über mondom. Nem hittem, hogy valaha meg tud venni egy ilyen Mazda. Igazából, de
ez az autó meg tud venni. Csodálatos. Aki megveszi, nagyon szerencsés lehet. És nyilván jó ezzel a 2 literes motorral is, emlékeztek. Néztük ezt is, de az igazi, ez kb. Ugyanúgy, mint Mondeóba és a 2.5-ös nagy Volvo motor. Ebbe abszolút ez a 2.5-ösnek a hangja. Nincs is 4 hengeres hangja. Nagyon szép hangja van, nagyon erős, iszonyat pörgős, és nagyon jó váltója van. Egyszerűen nem is tudok rosszat mondani. Ez gyakorlatilag egy hibátlan autó, úgyhogy tényleg, ha nem akartok ilyent, akkor is akarjatok ilyent, és meglátjátok, hogy ha hallgattok rám, akkor nagyon boldogak lesztek vele. Sportos, családi, limuzin, kombi, nincs ennél jobb ma éppen. És a 3 millió forintért ma már mondhatni, hogy szinte semmit nem veszünk, hisz egy normális autó is 2 millió forint, és ez meg 3 millióért nem a normál szintet, hanem gyakorlatilag egy élmény szintet ad. Nézzétek meg róla a teszten, be fogom ide linkelni, meg itt a kereskedésben szoktak néha lenni egy-egy ilyen szép 2.5-ös Mazda 6-ok, nagyon hamar el szokták vinni őket. Mi mondtam, nem véletlen. Nézzétek meg ezt a hátsó lámpát, milyen gyönyörű. Iszonyatos, ez még fagy, még mielőtt bárki rosszat gondol, és mínuszok vannak itt éjjel. Gyönyörű, tehát nem lehet vele betelni, úgyhogy motort hallgassuk meg egy kicsit közelebbről, de ha megnézitek a tesztet, várjatok, most itt is halljátok, de a teszt után majd mennek a vágóképek, ott is meg tudjátok hallani a motorhangot, természetesen japán gyártás, úgyhogy 2000 környékén, ugye még nem ért el a motor, de hogy tökéletesen szép, gyönyörű motortere van, és hibátlan ez a motor. A formáról meg nem is beszélve, az egyik legjobb autó, úgyhogy ennyi volt. Ez tökéletes vég. Sziasztok!